A város polgármestere próbálta ki elsőként a kis teherautót, amit az egyik szekszárdi kereskedés ajánlott fel az önkormányzatnak. A felajánlás egyelőre 4 hónapos időtartamra szól. Az ételek kiordásában tudjuk ezt használni, hiszen több mint 400 gyereknek holjuk ki, most már nem benne az intézményben lehet átvenni zebért, hanem házhoz visszük mindenkinek, és több mint 250 időskorúnak hagyjuk ki, tehát több mint 650 embernek hagyjuk ki az ebédlet. Az autó erre tökéletesen meg is felel, mert a raktere nagy és tágas. A tervek szerint az új kocsival egy már használatban levő régebbi járművet váltanak ki. Összesen 9 autóval szállítják az ételt az önkormányzat munkatársai és az önkéntesek, akikből egyre több van. A következő hetekben, napokban jelentkeznek önkéntesnek hozzánk, mert folyamatosan jelentkeznek. Nem mindenkinek van autója, de most leginkább a szükség arra van, hogy az ételkiordásban tudjanak segíteni, és ehhez kiváló lehetőséget biztosít ez az autó, amivel rengeteg előre csomagolt étel el fog férni. A szekszárdi idősek és a diákok ellátását segítő autóval a tervek szerint már szerdán ételt fognak kiszállítani.